Itt van velünk már Dragonics Márta, aki szeretettel köszöntök a stúdióban, üdvözlöm. Köszönöm, hogy itt lehetek. Márta már elég régóta benne van, jelen van a televízió kötelékében. Mi volt az az első pont, amikor a televíziónkban járt, vagy amikor először találkozott a missziónkkal? Mi ugye szervezünk az Arszakra Fesztivált, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a Bónum TV, akkoriban ugye még Bónum TV volt, és itt volt az emeleten, hogy észrevett minket, és szélesebb közönség elé tárta azokat a programokat, amiket mi szerveztünk. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember csak valami kis dolgot, ha csinál, akkor is arról sokat lehessen beszélni, mert igazából akkor jut el nagyon sok emberhez, és akkor lesz hatásos. Tehát például a pandémia is megmutatta, hogy például a mi nézettségünk, a Arszakra nem veszített abból a nézői létszámból, amelyikre az előző évben precedens volt, mint egy 100 000 ember, tehát, és pontosan a médiának köszönhető. Egyébként csak úgy, nem tudom, ez ilyen kis kulisszatitok, az én életemben fontos az Arszakra alapít, vagy az Arszakra Fesztivál egyébként is, de hogy kiemelten, mert hogy amikor ide kerültem a misszióba, akkor az első olyan megbízásom ugye a vezetőnktől, ami a munkára vonatkozott, tehát hogy ki kellett mennem egy sajtótájékoztatóra dolgozni, vagy szolgálatot végezni, az egy Arszakra Fesztiválnak a sajtótájékoztatója volt, méghozzá egy szeptemberi hónapban, mert hogy utána indult pár napra rá a fesztivál, és akkor ott voltam, amilyen nem voltam, és az volt az első. De jó. Úgyhogy nagyon-nagyon kedves élmény. Örülök. Igen, igen, és hát itt ugye sokat beszéltünk most a közösségről, meg a közösség erejéről, meg annak a fontosságáról, hogyha nincs közösség, akkor nem tudunk jövőről, vagy következő lépésről beszélni, vagy közös útról beszélni. Márta, hogyha megfogalmazná saját gondolataival, szavaival, hogy a katolikus média missziónak, tehát a televíziónknak a jövője, feladata, missziója mi, akkor hogyan mondaná ezt el, vagy mit gondol erről? Én szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy erős hangja a katolikusoknak, és ez a katolikus tévébe, amikor manapság a vizualitás rendkívül fontos, én azt gondolom, hogy ez életbevágó szükséglet. Tehát ez egyszerűen szükséges, mert annyira hangos körülöttünk minden másfajta megnyilvánulás, média, televízió, hogy a katolikus hangnak nagyon fontos, hogy erős tere jusson. És ez a Bónum TV-nek, illetve EVTN-nek azt gondolom, hogy jelentős szerepe van benne. Köszönjük szépen. És ugye szerintem most 2022-ben is szeptemberben, ugye 17-től 25-ig tart majd az Arszakra Fesztivál, én azt gondolom, hogy biztos, hogy ott leszünk, tehát a televíziónk is. Picit avasson be bennünket, Márta, hogy most az előkészületek hogyan zajlanak a fesztiválra. Hát nagyon szépen alakul, ugye valóban a közösség nagyon fontos, tehát nekünk így az elmúlt 15 évben kialakult egy olyan közösségünk, ami egy nagyon tág és nagyon laza közösség, mert nem szoktunk személyesen találkozni, de mindenki tudja, hogy mikor szervezze ő ott pont akkor a saját programját, amit aztán mi összegyűjtünk, és mi is szervezünk hozzá zászlóshajó programokat, amiket aztán közösen tudunk, és minél többen vagyunk ebben, annál nagyobb sajtóvisszhangot lehet adni ennek, tehát most már igazából ugye már túlléptünk Kárpát-medencén is, mert már több európai nagyvárosban is van Arszakra program. Igen. Úgyhogy a mi önkéntesünk mintegy 500-an vannak, akik szervezik ezeket a programokat Magyarország és Kárpát-medence területén, és nagyon hálásak vagyunk nekik, mert így tudjuk együtt felmutatni azt a bizonyos katolikus hangot, amire nagyon nagy szükség van a mai világunkban is. Is, bizony. És már most a nyár is elég sűrűen telik, gondolom, itt az előkészületek szervezés kapcsán. Igen, nálunk mindig így nem megyünk nyaralni. Igen, de hát ilyenkor aztán, amikor van a határidő a jelentkezésnek, akkor nagyon sok munka van, mert akkor segíteni kell mindenkinek, hogy föl tudja tölteni a honlapunkra, ha nem sikerül, akkor még hiányzik egy fénykép azt, akkor meg kell szervezni a papíralapú
kiadványt is, tehát azt is meg kell szerkeszteni, meg kell rá szerezni a pénzt, ami most nagyon drágul a papír, ugye nem annyira egyszerű, de nem baj, akkor se esünk kétségbe, mert akkor kevesebb lesz a papír alapú, és mindenki úgyis online nézheti a telefonján is. Igen. Úgyhogy. És egyébként minden főbb információt meg lehet találni a honlapon. Ugye van az Arsz Fesztiválnak egy honlapja? Igen, arsz-szakra.hu, amit nagyon nehéz megígézni, de azért mindenki oda talál. Tehát beírja a Google-ba, hogy Arsz Szakra Fesztivál, és már is ott van a honlapom. Már tehát mielőtt még elengedem, mik azok a főbb események, vagy van-e olyan nagyon, nem tudom, különleges vagy kiemelkedő program, itt majd az Arsz Szakra Fesztivál kapcsán, amit szeretném megemlíteni, vagy maradjon minden meglepetés? Hát igazából van, idén is lesz keresztkoncert, ugye, mert mi ökumenikus kiterjesztésben szervezzük a fesztivált. A belvárosi templomban, a Kálvin téri, a Deák téri és a Rózsák téri templomban lesz egy keresztkoncert, mindenki bekapcsolódik ebbe. Mária de Fajkod, fantasztikus magyar szobrásznő, aki a Lourdes-i keresztutat is alkotta, annak a képei lesznek a Bazilika altemplomában, mert ugye ott van egy temető, és akkor ahhoz fantasztikusan jól fog kapcsolódni az a keresztút, aminek a feltámadása vége. Tehát nem az, hogy Jézuségba teszik, hanem az, hogy feltámadt. Dragonics Márta volt a vendégünk, köszönöm szépen. A Teletonon vasárnap 19-én találkozhatunk. Igen, Mártával? Azt írtam a beállnak, hogy 12 órakor. Na igen, mert hogy mi már ugye nagyon szervezzük a vasárnapot, igen. Úgyhogy ez most egy kis kulisszatitok volt. Akkor megint csak találkozhatunk vasárnap, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Jó, köszönöm szépen.